Püspök atya, hamarosan megkezdődik a harmadik évad a férfi találkozókból, és hát talán minősíthetjük egy kicsit szabad egyetemnek is ezeket a találkozásokat. Mi az eddigi mérleg? Én végtelenül hálás vagyok a gondolatért, az ötletért, hogy ez megszületett, és a férfiakért, akik ezen részt vesznek, és tartják magukat, itt vannak, jelen vannak. A két év azt gondolom bizonyítja azt, hogy rendkívül nagy szükség van rá, igény van a szívekben az ilyen jellegű találkozásokra, és most szeretném azt, hogy lépjünk egy nagyot most az egyházközségek felé, hogy olyan találkozóink legyenek, olyan jelenlétek, amelyekből az egyházközségek is meríthetnek majd, kaphatnak gazdagságot, jelenlétet. A férfi szív egy különleges, rendkívül fontos a barátságra, az igénye, a találkozásra, és hiszem, hogy ezért van az, hogy a két év alatt nem hogy csökkent, hanem növekedett folyamatosan a résztvevők száma, és ezért biztatok mindenkit, aki nem volt, jöjjön el, tapasztalja meg, úgy mondjon, úgy éljen meg véleményt, akik pedig voltak, azok jöjjenek, és hozzák a barátaikat, társaikat, és hiszem, hogy ezáltal a családjaink, az egyházközségeink, egyházmegyénk gazdagodni, szépülni fog, szebb életet tudunk segíteni, szolgálni. Maradnak-e a jó bevált helyszínek, a nagyvárosok, vagy némi neműleg változik a struktúra? A struktúrán nem akarok változtatni, nagyon jól bevált. Így mindenkinek elérhető közelségben vannak a helyszínek. Szigetvár, Mohács, Paks, Tamási, Dombóvár, Pécs. És azt gondolom, hogy így mindenki megtalálja a maga helyét. Honlapon már a témakörök fönt vannak, az előadók már készülnek. És most is a legfontosabb, a mindennapi életünket érintő témákat fogjuk elővenni, ezekről fogunk beszélgetni, hisz nem általánosan beszélünk az életről, hanem a hétköznap néha szürke, de az igazi életet szolgáló valóságában. Az acélt és tőzbe edzik a férfi ember lelkének, és kellenek az ilyen jellegű találkozások? Nagyon kell, hogy edződjön, meg lelkesedést kapjon. Néha nagyon magunkra maradunk. Egy-egy férfi a családban, a maga egyszerű falujában, a maga közösségében, a munkájában azt érzi, hogy de hát egyedül vagyok. Megszűntek azok a természetes, valóságos, szolgáló férfi közösségek, amelyek spontán jelen voltak mindenki életében. És ezért nagyon fontos, hogy ezt egy kicsit újra teremtsük, újra álmodjuk, és ezekből újra és újra erőt merítsünk. Nagyon szép találkozásokat kívánunk. Én nagyon köszönöm, és biztatok mindenkit, hogy nagyon szép találkozások lesznek.